Idén is zenével, karácsonyi versekkel és énekkel készültek a Szilágyi Erzsébet gimnázium diákjai az intézmény jótékonysági rendezvényére. A jótékonysági eseményt immár 13. alkalommal rendezték meg, amelyen a diákok és a pedagógusok által adományozott összeget minden évben a határon túli magyar gyermekek oktatására ajánlják fel. Tavaly 500 000 forinttal segítették a Ráti Szent Mihály gyermekotthont, ezúttal pedig a moldvai csángókat szeretnék támogatni. A tervek szerint több mint 300 000 forintot juttatnak el a Lábnyiki Magyarok Házának. Ez a Bákó megyei település az egyik legkeletibb magyarok lakta falu Romániában. 13. alkalommal gyűjtünk, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a környező magyar lakta területeken már mindenhova. Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre, Délvidékre, mindenhova többször is juttattunk. Én azt hiszem, hogy a moldvai csángók valóban nagyon nehéz helyzetben vannak, úgyhogy ide is már nem először, másodszor juttatjuk el az adományt, hát más-más kisebb település vagy területre. Az igazgató elmondta, fontos számukra a diákok jótékonyságra való nevelése, ezért részt vesznek a Válts egy csokit mosolyra akcióban is.